Jó estét kívánok, ez a 48 perc, az m és a Híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti vendégeim Sitl Eszter, Vékés Bence, Kovács István és Deák Dániel, de nem az a Deák Dániel. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Csapjunk is bele! Az elmúlt hetekben egy azóta is szűnni nem akaró és nagy port kavaró ügy látott napvilágot, egy bizonyos Bite Zsolt, egy pedagógiai asszisztens, egy általános iskola pedagógiai asszisztense, az ő ügye, aki egy közösségi oldalon, egy videó blogban arról beszélt, hogy az a kérkedett, hogy neki van egy 15 éves diák szeretője az iskolából. Én azt gondolom, hogy ez az ügy most már látszik, hogy mindenképpen precedenst fog teremteni. A kérdésem csak az, hogy mire milyen precedens lesz ebből? Én bízom benne, hogy olyan precedenst fog ez elindítani, hogy ez nem elfogadható, sem Magyarországon, sem bízunk benne, hogy az egész világon sem, hogy ezzel nem fel kell lépni, és én nagyon örülök annak, hogy itt törvényi szigorításokról beszélnek, mert ez a, rámutatott arra a problémára, hogy most egy 14 éves gyermekkel, egy felnőtt, ha éppen beleegyezik az a gyermek, akkor akár legálisan is Szexuális kapcsolatot folytathat, kihasználhatja, szexuális céljaira használhatja, ami nagyon sokunk szerint Magyarországon ez nincsen rendben. Ugyanakkor a törvények elvileg másképp szólnak, István? Zajlik egy vita most már hosszabb ideje Magyarországon, ezt gyermekvédelemnek nevezzük. Arra világít rá ez az egész vita, hogy az elmúlt években, évtizedekben túl messzire ment az a szexuális szabadosság, aminek persze a gyökere a 60-as években elindult már. Olyan érdekes megnézni, hogy a 60-as években már a felvilágosult francia értelmiségiek kirogattak arról, hogy a gyerekek szexualizálása az milyen egy csodálatos folyamat, hogy az a Daniel Cohn-Bendit, aki nem olyan régen még az Európai Parlament sztárja volt, és ugye szintén a 68-as mozgalomból indult, ugye vörös Deni Dani rúsként a barikádokon állt, neki is vannak fiatalabb korából olyan videói, amikor arról beszél, hogy bent az óvodában hogyan ízzik a szexuális energia közt és a gyerekek között, tehát ez nem egy, nem egy új téma. Én azt hiszem, hogy a mostani eset nem egyedi eset, nagyon féli, hogy nem egyedi eset, és félek, hogy más esetek is napvilágra fognak kerülni, Ugyami, ami a történetben mégis egyedi, az az, hogy ez az ember ez kérkedett a tettével. Nem csak kérkedett a tettével, hanem egyébként ugye megfenyegetett mindenkit, aki, aki azt mondta, hogy, hogy ez pedofília, bármit is mondjanak a törvények, ugye mindenfajta soros NGO mögé bújt, és azt mondta, hogy ha bárki azt merészeli mondani, hogy ez törvényellenes, hogyha azt merészeli mondani, hogy ő pedofil, hogyha ez a jó erkölcsbe ütközik, akkor majd őt a, most nem is akarom sorolni milyen szervezetek, eleget beszéltünk már erről minden fórumon, majd a bíróság elé citálják a, a, az őt kritizálót, és majd a ha gatyája is közben ránik. ugye a tasz és az amnesty említette, ezt a két szervezetet, amelyet soros szervezetként is szoktak apostrofálni. Az miért lehet, hogy ő ezeket fenyegetésként használta? Ezeket a szervezeteket? Hát talán látja a gyakorlatot. Tehát látja azt, hogy a mondjuk például a TASZ rendszeresen lép fel a kommunikációjában ö, olyan ügyekben, ahol, ahol, ahol ő védelmet remélhetett. Tehát ahol, ö, ö, hogy mondjam a... Ö... De kell félni a TASZ-tól vagy az Amnesty-től? Tehát ö... Elképzelhető, mondjuk azok a pedagógusok, akik egyébként tudtak erről az esetről, azért nem mertek szólni, mert úgy érezték, hogy van félni félnivalójuk? Hát van, tehát én tapasztalom, hogy a különböző intézmények tartanak ezektől a szervezetektől. Meg hát visszakérdeznék, hogy, hogy amikor Magyarország ellen számtalan eljárás zajlik most már sok-sok éve, és a vélemények, amikre adnak a, a az európai döntéshozók, és erre alap, az ő tehát ezekre a véleményekre alapozzák, hogy a szerdzsentini jelentés, a többi, a többi, hát ott mind ott vannak az NGO-k és különböző ö, médiumok, baloldali vagy ellenzéki médiumok. Tehát, és, és ez persze, tehát hogyha ez egy gyakorlatot látja az ember, akkor, akkor van mitől félni, tehát lehet mitől félni. Térjünk oda vissza, hogy precedens ez az ügy, szerinted? Igen, szóval visszatérnék az eredeti kérdésre, mert nekem nem volt még lehetőségem válaszolni rá. Természetesen minden jó érzésű ember ezt a leghatározottabban elítéli. Én mondjuk a leginkább visszataszítónak azt találom, hogy ez az ember nyilvánvalóan akarva vagy akaratlanul egy függőségi helyzetet használt ki. Hiszen egyáltalán nem biztos, hogy így alakult volna ez a kapcsolat, hogyha ez a tekintélyi hierarchia, ez a függőségi helyzet nem lett volna a felek között, nem beszélve arról ugye, hogy, hogy kiskorúak is szóba kerülnek, tehát nyilvánvaló, hogy ezt el kell ítélni, sőt, vannak olyan esetek, én nem ismerem ezt a konkrét tényállást, tehát nem tudom, hogy ennek mi lesz a jogi következménye, de, de, világos, hogy vannak olyan esetek, amelyeknek hát büntető jogi következményei is lesznek. Ez természetes. Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a, az életben, ugye most talán fokozottan érzékenyek vagyunk ezekre az esetekre, az életnek a legkülönbözőbb területein fordulnak elő ilyen esetek, Ugye amivel én gyakran találkozom, az a, az egyházakban, és különösképpen a katolikus egyházban tapasztalható visszaélések, ahol hát a legszörnyűbb dolgok történtek, vagy történhettek, és számomra nem csak ez szomorú, hogy ilyen esetek megtörténhettek, hanem különösen az, hogy püspökök nagyon hosszú ideig, talán még ma is, közreműködtek abban, hogy eltusolják az ilyen ügyeket, mégpedig azért, mert úgymond a mondélbecsületét becsületét Ugyanakkor védelni. én azt látom, ugyanakkor azt látom, hogy az katolikus egyház, keresztény egyházak ellen a baloldali sajtóban azért elég bőlére eresztve foglalkoznak ezzel a témával, tényleg Írországtól elkezdve az Egyesült Államokon át, Gyakorlatilag a baloldali sajtó mindent elkövethet, hogy föltárjon ilyen ügyeket. azt mondom, hogy helyesen. Ebben az ügyben én Magyarországon a baloldali sajtót vagy egyáltalán nem láttam, hogy föllépett volna, vagy ilyen mismásolás volt, vagy ilyen mínuszos hírek között szerepelt. Ennek mi lehet az oka? Nincs mentség a ilyen függőségi viszonyokkal való visszaélésre, legyen szó tanárdiák kapcsolatról, legyen szó pap és hívő kapcsolatról, ezekre nincsen mentség. De azt azért szögezzük le, hogy amíg a, a baloldali sajtó világszerte nem csak Magyarországon jelenség ez, mindent megtesz azért, hogy feltárja a egyházakban és különösen a katolikus egyházban meglévő eseteket, ami persze nagyon helyes és jó, még egyszer mondom, nincs különbség, nincs mentség, addig. Uh, hát itt elé megnézni a közelmúlt eseményeit is, Magyarországon beindult valami fajta és ez nem is pedofília, hanem kitaláltak rá egy új szót, efebofília, érdekes módon ezt nem láttam egyetlen egy olyan esetben se leírva ezt a kifejezést, amikor korábban az egyházon belül merült fel ilyen eset a baloldali sajtó részéről, akkor uh, nagyon jó volt pedofilnak nevezni bárkit, most hirtelen ez az ember valami fajta efebofil lett, és ugye azzal fenyegetőzött, hogyha őt valaki pedofilnak meri nevezni, akkor majd őt ezek a soros szervezetek megvédik, hát hogyha a baloldali sajtó ettől fél, akkor én most nagyon szívesen leszögezem, hogy engem nem tud megfélemlíteni, ez az ember, ez egy mocskos pedofil, akinek nincsen helye a iskolában, nincsen helye a gyerekek környékén, és egyébként fenyegetett bármilyen szervezetnek a bűvkörével, vagy erejével, egész egyszerűen az ilyen emberek ellen fel kell lépni, el kell őket távolítani, és nem csak a törvény erejével egyébként, hanem a nyilvánosság erejével is meg kell őket kimondottan bélyegezni, ez az ember soha többet nem ehessen gyerekek közelébe. Egyetértünk, bocsánat István, hadd kérdezzem meg, hogy a mi az az fmo -of? FM vagy mi csoda? Ugye valami olyasmit találtak ki a madárnyelv, nem hiszem, hogy egyébként lenne különbség, de ugye azt mondja ez az ember, hogy hát valójában a jogi kategóriák azok úgy szólnak, hogy mielőtt már betöltött a 18-at, ezért 14 évet betöltött személye konszenzus alapján ugye lehet közöttük szexuális kapcsolat, ez a gyerek, akiről szó van, ez meg éppen betöltötte már a 14-et, ezért őt nem lehet pedofilnak nevezni, mondja ő, hiszen csak a 14, éves, 14 évesnél fiatalabb gyerek esetében lenne ez pedofília, mm. és ezt a baloldali sajtónak egy nagyon jelentős része Átvette, el is kezdte őt mentegetni, nyilván azért, mert a pedofiliának van egyfajta olyan megbélyegző ereje, amit politikai oldaltól függetlenül mindenki, minden jó érzésű ember el kell, hogy ítéljen, de hogyha kreálunk egy új szót rá, akkor már lehet mondani, hogy hát ez tulajdonképpen nem is egy ilyen megbélyegzendő dolog, meg ez a szegény ember is áldozat, azért voltak a paroldali sajtóban már ezt megelőzően is a pedofilokat mentegető cikkek, nyugodtan idézzük ide, Révés Sándor újságíró, több cikket Ó, is írt az én egyébként Jó, szóval... meghívtuk őt a de nem... Szóval köszönöm hát szépen a felvilágosítást. El. Én latinul és görögül is tanultam, és jogász vagyok, de ennek ellenére teljesen tájékozatlan voltam ebben az ügyben. Ami a e, e, Tamás eredeti kérdését illeti, én nem tudok erre válaszolni, hogy ez vajon precedens jellegű -e vagy nem, e, mert nem ismerem pontosan a tényállást. És őszintén szóval, ami a sajtónak a az erőviszonyait illeti, ezt én nem követem nyomon, és nem is hiszem, hogy, hogy, nagyon exakt ismérvek alapján tárgyalagosan meg lehet ítélni ezeket a kérdéseket, úgyhogy ez a kérdés, ez igazából engem nem érdekel. Én ezt nem tartom a magam szempontjából érdemi kérdésnek, sokkal inkább... Akkor te a pedagógus szakszervezettel értesz egyet, Nagy Erzsébet, válaszmányítag úgy fogalmazott, egy rádió műsorban, hogy a pedagógus társadalomban tetten érhető a felháborodás, de nem a pedagógiai asszisztens miatt, hanem a teljesítmény értékelés és bérdifferenciálási rendszer okán, amit a kormány kíván bevezetni. Szóval számomra az a kérdés, hogy mégiscsak itt van egy felháborító ügy, kiderült, ugye, kiderültek más iskolai zaklatási ügyek is, vagy pedofil ügyek, és akkor egy pedagógus szakszervezet ahelyett, hogy elhatárolódna, megtették egyébként olyan felemás módon, de lefelé játssza ezt az egészet. Ez nem probléma. Nem emiatt vagyunk fölháborodva. Amiatt vagyunk fölháborodva, hogy bérdifferenciálási rendszer. Hát én nem hiszem, hogy lekicsnyelte volna ennek a... De ez a mondat tehát, az elég súlyát. Nem? lehetséges, hogy a kontextus is meg kell vizsgálni, hogy hogyan hangzott el igazából, milyen összefüggésben hangzott el ez a mondat. Hát nem kiragadott, ezért, tehát nem kiragadott a kontextusból, ezért kezeskedni tudok, csak számomra furcsa, tehát hasonló esetben, akkor ezt erre nézek, tehát hogyha mondjuk a katolikus egyház hasonló ügyével kapcsolatban bárki egy ilyen mondatot elmondana, akkor, akkor azt hiszem, hogy kígyót békát kiabálnának rá. Én itt nem látom a, ennek a mondatnak a a kapcsán a felháborodást. Nézd, bizonyos értelemben mindenki felhőkben él. Tehát mindenkiben vannak bizonyos fajta előítéletek, bizonyos fajta buborék, és éppen ezért az életben nagyon alapvető kérdések vannak, számos olyan kérdés, ahol logikai érvek nem számítanak, mert itt sokkal alapvetőbb az élethez, sokkal komplexebb módon kapcsolódó, beállítottsághoz kapcsolódó értékekről van szó. Úgyhogy uh -huh. ö, egyet... Bence, jó, csak Érzelmileg lehetünk, túlfűtöttek szerintem. vagyunk ebben az ügyben? Nem, nem egyáltalán, és uh, ugye kik hozzák létre a buborékot? Tehát, hogy a buborékok csak úgy létrejönnek, vagy pedig az előbb beszéltünk a sajtóról, ugye itt most ebbe a beszélgetésben már négyszer mondtuk el a katolikus szót, én nem vagyok a katolikus egyháznak a, a felkent védelmezője, de egyébként avval egyetértek, hogy a, a pedofilia az élet számos területén az a, megjelenik, a család, a, a, az edző, a korepetitor, a, a tanárok, a stb., de valahogy a, mindig a katolikus szó hangzik el, és azért, mert ezeket a felhőket vannak, akik ügyesen építgetik Egyszer úgy fogalmaztam egy ilyen publicisztikába, párhuzamat most csinyán kell kezelni, a korrupcióval kapcsolatban, hogy arról tudjuk megállapítani, hogy korrupt, akire a NGO-knak és a médiának a reflektora rávilágít. És ott, ahol nem világít rá, ott, ahol a finanszírozó ezt nem fizeti, hogy rávilágítson, ott pedig azt hiszük, hogy nincsen Igen, de probléma. velem szemben nem kell érvelned, hogyha ezt így gondolod, mert természetesen az, ez mind így van, ahogy te mondod. Bocsánat, csak annyi, hogy mert az előbb ugye arról volt szó, hogy azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy most hát azt tudjuk mindannyian, hogy amikor a média egy dologból ügyet akar csinálni, amikor fel akar építeni egy ügyet, lást korrupció, vagy egy, egy csomó minden más, akkor annak látjuk a, a hatását, látjuk a mechanizmust, hogy hogy csinálják. És hogy ugye azt hangzott el, hogy itt a baloldali média vagy ellenszéki média, ebből nem akar ügyet csinálni. Tehát nem akar És mivel itt én, én hoztam elő valamilyen. a katolikus egyház esetét, azért hadd említsem meg, ha már ez tulajdonképpen magánügy hogy én harcos katolikus vagyok, a harcost úgy értem, hogy milyen elkötelezett vagyok saját egyházam iránt, és ugyanakkor ha kell, akkor felelős bírálatot is gyakorlok saját egyházammal szemben. Ezzel ez, ez ez nincs nem is semmi baj, baj. tisztáztuk, és nem is volt vita, hogy nincs különbség, nincs bocsánat egyikre sem, én csak azt kérdezem, hogy baj hogy -e, hogyha ebben az ügyben érzelmileg túlfűtöttek vagyunk, vagy van-e más választásunk? Tehát, hogy én... én én nem tudom, lehet, akkor csak én vagyok ezzel így. Én hetek múlva, vagy heteken belül négy gyerekes családapa leszek engem. Nem sok mindent tud már kizökkenteni a mindennapokból, de mikor a gyerekeimről van szó, az, hát ott nem tudom elkerülni egy érzemleg túlfűtött lényeget. Köszönöm szépen, de talán most nem, nem, nem ez a lényeg, hanem hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy a társadalomban van egy olyan jogos felháborodás, amit egész egyszerűen, lehet mondani, hogy persze a politika ráül valami ügyre, vagy mi de hát mi lenne a politikának a dolga, hogyha nem az, hogy egy jogos társadalmi felháborodást egyébként arra politikai választ adjon. És mi lesz itt a politikai válasz? Bocsánat, csak mert Igen. ugye azt tudjuk, hogy lesz egy gyerekvédelmi törvény módosítás. Majd a gyerekvédelmi törvényről is érdemes lesz pár szót még külön váltani, de mit lehet tudni? Lehet egyáltalán tudni, hogy mi lesz ez a módosítás? Mi, mi, hol, miben fog állni? Gondolom szigorodni fog, de miben? Nem, 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 tudjuk jelen pillanatban, van szerintem több lehetséges irány, amivel el lehet indulni, de mivel nem vagyok a Magyarország ülés tagja, nem vagyok a törvényhozásba bele folyó személy, ezért most nem tudok ötleteket mondani, ha lesz javaslat, akkor, akkor persze lehet ötletelni, nyilván el lehet, indítani, el lehet indulni büntetőjogi szigorítás irányába, és tehát a vonatkozó tényállásokon még lehet egy kicsit alakítani, lehet szakjogági irányba elindulni, tehát hogy a neveléssel kapcsolatos jogszabályokon változtatni, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos a, a, a nyilvánosság erejére is, bátorítsuk azokat, akik az iskolában, oktatási intézményben hasonló tapasztalnak, nevelési intézményben hasonló tapasztalnak, hogy ne legyen már az, hogy magukon érezzék azt a terhet, hogy hát ezt az ügyet inkább nem viszik az iskolai tanács elé, vagy a vonatkozó fórum elé, mert ott úgyis lekeverik, meg most úgyis a szabadosságnak van kultúrája. igen, és a nyilvánosság erejével bátorítani kell ezeket az embereket, hogy aki hasonló tapasztal, az az ügyet, az ne rejtse véka alá, mert, mert neki van igaza. Akkor úgy kérdezem, Eszter, mit lehet szerintet tenni ebben a helyzetben? egyetértek Istvánnal, hogy az nyilvánosság ereje nagyon fontos. Mi a Citizen Gónál számos kampányt futtatunk az elmúlt hónapokban pont gyermekvédelmi témákban, amit most, amikor bejelentették, hogy szigorodni fog a törvény, újra a csomagokban eljuttatunk a kormányzat különböző tárcáihoz. Én úgy gondolom, hogy itt a gyerekvédelem felé mindig kell, hogy reflektorfény forduljon, hogyha ez a témához visszatérhetek, és azt is látnunk kell, hogy itt Összekapcsolódnak dolgok, szóval a gyerekeknek a szexualizálása az a különböző akár említett vagy más uh, NGO-k, érdekcsoportoknak már évtizedes munkája van benne, hogy ez normalizálódjon, hogy minél fiatal korra letolják. Normalizálódni? már, mint hogy, hát az, hogy egy, normálisnak tüntessék? Igen, hogy a, a gyerekeknek is például már az ENSZ-ben is beszélnek a lányoknak a szexuális élvezetekhez való jogához, hogy mehessenek el úgy abortuszra, különböző nemváltó kezelésekre, hogy akár a szülőse egyezzen bele, szóval, hogy legyen әнө Például itt ide is behozzák az adatvédelmet, hogy most az ensz nek most folyik a nők helyzetével foglalkozó ülésszaka, ahol a technológia a téma, és itt is például olyan pontokat kell kigyomlálni így a családvédő delegációknak, ahol például az adatvédelemre hivatkozva igyekeznek elérni azt, hogy már a lányoknak ne kelljen a szüleiknek szólni a különböző szexuális kalandjaikról, abortuszról, különböző reproduktív technikákról. Ugyanakkor nem csak az ENSZ-ben, de az Európai Unióban, illetve annak szerveiben is zajlik egy eljárás Magyarországgal szemben, 21 óta a gyermekvédelmi törvény az ösztűz alatt áll, és most ebben újabb jogi lépések történtek az Európai Bizottság, de majd István kiavít, hogyha rosszul mondom, az Európai Bírósághoz továbbította ezt az ügyet, illetve Varga Judit miniszter pedig ellenkeresetet nyújtott be. Ez azt hiszem a jogi tény összefoglalása a helyzetnek. Mi történik most valójában, hol tart a gyermekvédelmi törvény elleni brüsszeli támadás? Ugye a, ennek több szintje van, te most a jogi procedúrának a egyébként jogilag jól megfogható részét hoztad ide, amikor a bíróság előtt jogi érveket kell ütköztetni egymással, de hát van egy hergelés része is ennek, ami sokkal inkább politikai csata, és az a hogy ez is összekapcsolódik, ez is összekapcsolódik jogiasított vagy joginak maskarázott eljárásokkal. Tehát van ez a bizonyos jogállamisági eljárás, a kondicionalitási eljárás, aminek keretén belül ugye pénzeket tartanak vissza, uniós forrásokat tartanak vissza Magyarországtól. Ugye ez is rátéved a gyerekvédelem ügyére hogyha az igazságügyi fejezetet hamarosan le tudja zárni Magyarország, akkor ki fog derülni igazából, hogy ezen a területen a Brüsszelnek, amivel baja van, az a gyerekvédelmi, magyar gyermekvédelmi törvény, meg a migrációs szabályok. És ez fog állni az uniós források meg közöttünk. Tehát persze van a bíróságon egy vita, ami még elhúzót az jó, jó, sok ideig, évekig. Ez egy ilyen tipikus uniós dolog, majd utána születik egy döntés, amit majd a tagállam végrehajt, hogyha akar, akar egy kicsit így el tudja szabotálni, lehet persze majd változtatni a jogszabályokon, de ez, ez, évek múlva fog majd lejátszódni, de az a fajta politikai csatározás, aminek eddig a elmúlt év tizedekben talán lehet ezt mondani, csak az Európai Parlament volt a, 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 a terepe, ahol egy kicsit mindenki lesajnálóan tekintett, hogy hát itt ülnek azok a, B-kategóriás, sokszor B-kategóriás politikusok, akik otthon nem kellettek, és elvívják maguknak ezeket a kis vicces politikai csatározásait. Ez a szintű vita, ez beférkőzött az Európai Bizottságra, és ez alapján folytat, ilyen, ilyen és ehhez hasonló témák alapján folytat Magyarországgal szemben jogállamisági eljárást, aminek nagyon komoly pénzügyi következményei vannak. Ez egy jogi természetű, vagy egy politikai természetű vita? Mind a kettő természetesen. Köszönöm szépen, hogy megadtad a szó. Szót, mert valóban, mint jogász, én is szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Annál is inkább, mert nekem egyik szakterületem az uniós jog. Én többször szerepeltem ügyvédként az Európai Unió bírósága előtt, tehát tényleg elég sokat tudok erről. Ami a gyermekvédelmi törvényt illeti, természetesen ennek a legkülönböző politikai ö, 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 magyarázatai lehetnek, vagy értelmezései. Én csak a szikár tényekre szorítkoznék. Az Európai Bizottság, mivel hogy a, a bizottság az uniós értékeknek az őre, ezért rögtön, ahogy megszületett a törvény, 21 nyarán, azonnal, szinte azonnal a kötelezettségszegési eljárást indított, és ennek az eljárásnak egy nevezetes lépése volt az, hogy 2022. decemberében keresetet nyújtott be a bírósághoz. Ez azért történhetett, mert nem jutott egyetértésre a magyar kormány és az Európai, Unió, vagy az Európai Bizottság, és ezért most már a, peres szakasz kezdődött meg. Na most az, hogy az igazságügyi miniszter, a magyar kormányt képviselő igazságügyi miniszter ellenkeresetet nyújtott be, ez teljesen természetes, ez egy rutinszerű dolog, ez mindig így szokott történni. Én azt gondolom egyébként jogászként, hát nyilván az esélyeket mindig nehéz megjósolni, de én úgy látom, hogy az összes hasonló ügyben, amelyik alapvető szabadságukat és emberi jogukat érintett, simán elveszítette a magyar kormány valamennyit. A CEU ügytől a menekült kérdésig, és a, lehetne még hosszan sorolni ezeket a példákat. Én azt gondolom, és ezt tudnám érvelni is, hogyha van rá kellő tér, hogy jogi tér szempontból... Van, idő viszont nincsen. Igen, a egyetlen feléd, mondat, jogi igen. szempontból ez egy nagyon könnyen megítélhető eset. Innen fogjuk folytatni. Egy rövid szünetet tartunk, aztán a hírek után tényleg innen jövünk tovább. Tartsanak velünk a második részben is. Hajrá! Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Sittl Eszterrel, Békés Bencével, Kovács Istvánnal és Deák Dániellel. De Deák Dániel azt jósolta itt az első félidő végén, hogy jog ez egy elég egyszerű ügy, és sejtetted, hogy a magyar kormány el fogja veszíteni azt az eljárást, amely a gyermekvédelmi törvényel szemben zajlik Brüsszelben. Erre szeretne reagálni Kovács István, aki, ha jól értem, ellenvéleményem van. Nem, nem tudom, nem szeretnék jósásba bocsátkozni, csak az ügy természetét egy kicsit megvilágítva: hogyha végignézi az ember az Európai Unió bíróságának a történetét, akkor egy csomó olyan per van, amikor persze nagyon nagy, nagyságrendű dolgokról vitatkoznak, nagyon komoly gazdasági relevanciával, de ilyen száraznak tűnő kérdésekben, mondjuk lehet egy francia likört forgalomba hozni, milyen szabályok szerint lehet forgalomba hozni másik tagállamba, ugye, és akkor erről el lehet jól jogászkodni, a bizottság majd azt mondja, hogy hát mégis itt alapvető szabadságról van szó, termékek szabad áramlása, és akkor a végén meg tudjuk, hogy gazdasági érdekek állnak mögötted, de ez Kassi a de Dijon így van, de ez egy külső szemlélő számára, ez egy száraz jogvita. És persze, hogyha így ítéljük meg, hogy itt egy alapszabadságról van szó a gyermekvédelmi törvény kapcsán, akkor persze ez is egy száraz jogi vita, mert mondjuk, hogyha azt mondom, hogy a gyermekek számára is elérhető kis füzetbe vagy képregénybe van homoszexuális tartalom, és az a gyermekek számára népszerűsíti a homoszexualitást, bármit is jelentsen ez a gyakorlatban, és azt Magyarországon úgy lehet forgalomba hozni, hogy meg kell jönni, rá kell rakni, bele kell rakni egy, egy mondjuk egy zacskóba, ami rajta van egy 18-as karika, erre azt tudja mondani az Európai Bizottság, hogy hát kérem szépen, itt alapszabadság sérül, hát ezt a terméket korlátozza Magyarország, hogy hogyan lehet behozni, és ha így nézzük, akkor ez egy ugyanolyan száraz jogi vita, mint annó, hogy a francia likört lehet -e vinni másik országba, de, látjuk, de hogy ez a sokkal, van szó. Sokkal, sokkal értem, szó? A gyerekeinkről van szó, most azért... ez egy... Ez no, egy ideológiai na, fontos, vita. Ez egy ideológiai vita, ami azt jogi köntösben van bújtatva. Köntös. Én nem hiszem, és nem hiszem. Egy, egyetlen, egyetlen egy mondat. És éppen azért, mert egyre kényelmetlen, kényelmetlen helyzetbe kerül folyamatosan az európai bizottság, hogy mindenre rá kell húzni a versenyt, minden rá kell húzni az alapszabadságokat, holott ő ideológiai kérdéseket szeretne eldönteni. Ezért hozták létre ezt a bizonyos jogállamisági eljárást, ahol már nem is kell jogi érveket prezentálni, ahol azt mondják, hogy. Te bűnös vagy, és nem kapsz pénzt, amíg meg nem változtatod a törvényedet. Jó, de melyik törvényt? Hát például az egyetemekről szóló törvényt. Jó, akkor megváltoztatom az egyetemekről szóló törvényt. Most már akkor jogállam vagyok? Nem, mert a kamarai törvényed is sérti a mi sztenderdeinket, és így folyamatosan teszi rá az Európai Unió, az Európai Bizottság újabb és újabb területekre a kezét, úgyhogy ez a tagállamok szuverenitását sérti, kreált magának egy új eszközt, mert már nehezen volt be csomagolható ezekben a nagyon száraz bíróság előtt folyó vitákban. Szóval én nem látom ilyen bonyolultnak a történetet. Ez egy jogvita. Én Ez úgy gondolom, jog... hogy értékek is kapcsolódnak azért hozzá, és az uniós értékekről beszéltél korábban. Én azt látom, hogy komoly lobbik vannak arra, hogy ezek az értékeket megváltoztassák. Szóval az alapérték, akár amit most Varga juridikasságügyi miniszter is idézett a kartából, hogy a szülőknek joga van ahhoz, hogy a gyerekeik neveléséről döntsenek. Most e, e, nem ezt hozza elő ugye az Unió, ezzel most Magyarország védekezik, hanem, hanem az, hogy ez kirekesztő a homoszexuálisokkal a gyermekvédelmi törvény. De hogyha meg azt nézzük, hogy szülőként szeretnénk az, hogy különböző lobbycsoportok egész kiskortól azzal agymossák a gyerekeket, hogy hogy azonos nevű kapcsolat, az ugyanolyan, mint egy házasság, hogy lehet nemet váltani. Szóval az eg egész, itt, itt, hát. itt, és itt jön egyébként a jéghegy csúcsa, ahova, ahol az elején kezdtük a pedofília relativizálása is, hogy bármilyen szexuális aktus, hogyha beleegyezésen alapul, akkor már normális, vagy akkor már engedjük meg akár a fiataloknak is, gyerekeknek is. Szóval innentől kezdve már itt már a lobby csoportok is a politika az, ami szerintem Hocsánat, ezt a jogi középső Arról is beszéljük, lezeti. hogy egyáltalán miről szól ez az ügy. Tehát egyáltalán, ha egyszer a bizottság a tagállamot beparkolta, egy keresetet nyújtott, de hát mi van abban a keresetben? Hát először ezt kellene megvizsgálni. Hát például a reklámpiac szabadságát sérelmezik, de itt jövök én, aki azt mondom, hogy nekem vannak gyerekeim, én nem szeretném, hogy az iskolába például bemenjenek, és azzal traktálják őket hogy ö, olyan szexuális praktikákba vegyenek részt, ami számomra ö, Igen, de, nem kedves. De, de Tamás, miért, miért sérti e, a reklámpiac szabadságát? A, nem tudom, de nem is érdekel, mert hogyha a gyerekeim és az ő ö, szexuális és pszichológiai bármilyen fejlődéséről van szó, akkor én azt gondolom, hogy ez számomra sokkal fontosabb, de, de mint a reklám érdekli. A bizottság tudni, hogy hát, azt Ki van, mondja, ki van kiért? Én hát, azt gondolom, hogy a bizottságban mondja, értem, és nem én a bizottságért. A bizony... meg, nem, meg, meg, meg a reklám törvény van, értem, és nem feltétlenül a én, én a reklámtörvény értem. A bizottság az uniós értékeket védi. A de, bizottság... de milyen érték az, már elnézést ne a Ragúj, Dániel, de milyen érték az, ami a reklámpiac a reklám szabadságát a gyerekeknek az egészséges nevelése nem, fölé mert, Nem egészen erről van szó. Hát, de Zó, pontosan a bizottság az. azt mondja, hogy ez egy rosszul sikerült jogalkotás. Ez egy rossz jogszabály. pedig azért rossz ez a jogszabály, mert nem eléggé célzott. Tehát olyan, olyan területen olyan összefüggésben is korlátozást vagy tilalmat tartalmaz, ami, amire egyébként nem, nem indokolt, hogy ilyen területen is korlátozásokat tartson fenn. Tehát ez az alapvető probléma ezzel a jogszabályjal. De... Nem naivitás ezt gondolni? Ebből, ebből viszont szó, hogy egy... egyébként jogbizonytalanság is adódik, ez a bizottságnak az érvelése. Az érvelése lehet, de vajon ez van-e a háttérben? Hát ugye én is, nekem is ez... Kapta el a fülemet, hogy európai értékek őre, és, és én nem látom itt az európai értékeknek a, a csorbulását. Bocsánat, ugye a probléma az, hogy egészen konkrét legyek, és engem nem, nem érdekel az ideológia, meg a politikai összefüggések, engem a jogvita érdekel. A probléma az, hogy nem eléggé precíz a magyar jogalkotó, nem eléggé célzott, vagyis természetesen a pedofiliával szembeni föllépés, akár büntetőjogi eszközökkel, nyilvánvalóan ez szükséges, ez, ez nagyon jó, hogy ez így van. De ugyanakkor bekerül a homoszexualitás is a képbe, és olyan kalapokat hoz létre a jogszabály, amelyben együtt van jelen egy ugyanazon kalapban a homoszexualitás is, és a pedofilia is. Na ez az, amit a bizottság nem fogad el, mert a bizottság azt mondja, hogy érdeksérelem éri Mondjuk a homoszexuálisokat, és a magyar kormány ezzel szemben azzal védekezik, hogy, hogy de hiszen a tagállamnak szuverén joga megállapítani a saját törvényeit, és erre föl viszont a bizottság azt mondja, igen, de azért legyél pontos, legyél precíz, és valóban arra lőjér, akire lőni kell nem pedig más valaki. Nekem, nekem ezzel kettő bajom van. Egy, hogy ha ez a probléma, és persze fogadjuk el, akkor ennek mi köze van a négy alapszabadsághoz? Hát Tehát az, az, hogy az részbe, a, az a probléma, sérti hogy a... A homoszexuálisok meg a pedofilok egy kategóriába vannak, ez, ez nem a négy alapszabadsághoz kapcsoló Sérti probléma. az áruk szabad mozgását, és sérti a szolgáltatási szabadságot, tudom, és ebből indul ki a bizottság. Nem, ebből indul ki, de, de amit, amit most a előbb ö, ö, mondtál, az, az nem ez. Hát egyszerűen azért, mert olyan korlátozásokat és tilalmakat vezetett be a magyar jogszabály olyan területeken, ahol nem indokolt. Ez a, szerintem ez egy Alapvetően ideológiai, hogyha lefordítom a nyelvtanulást. Ez, nem, ez alapjogi kérdés jobb. No, ez nem ideológiai A gyerekek kérdés. joga szembe, hát egyébként. A nem, a... nem indokolt akkor az ideológia. De a belső piacnak a az avartalan működése egyáltalán nem egy ideológiai kérdés. Tehát vannak alapvető szabadságok, amelyek megsértését állapította meg a bizottság. Amely... Persze ez az Nem egy, egyik farizeus, fél. De nem egy farizeus hozzáállás ez a bizottság részéről. Tehát nyilvánvaló, hogy van egy téma, amiben. Igazából nincsen joghatósága, igazából erre nem terjed ki az Európai Bizottságnak a joghatása, de ő keres valamit és akkor belekölt, hogy a reklámpiac szabadsága, meg az áru szabad hogy mozgása. a, rá. Én még, én még hát én, ezt, is, én megmondom még... ő, hogy én ezt vitatom, hogy ehhez bármi köze van-e. Hát, hát és van ráadásul, az a... Hogy... szerződésben, hogy mi a bizottságnak a hatásköre. A bizottság hatásköre az, mint ma már többször említettem, hogy az uniós értékek védelme. És ha azt tapasztalja, én a hogy nem meg, én ebbe ebbe a, a gyerekvédelmet... én még, én még azt is elfogadom. A gyerekvédelem hogy... hogy... semmi baja, senkinek semmi baja a gyerekvédelme. Persze, minden józan ember, Elfogadja azt, hogy igen, a gyermekek védelme az egy rendkívül fontos érték. Ezt senki nem akarja kritizálni. Nem ezt kritizálja az Európai Bizottság hanem az, hogy idekever más dolgokat, idegen dolgokat. Én még ezt is is el is el a homoszexuális. Mi, el mert, mert, mi szeretnénk a gyerekeket a homoszexuális lobbitól is védeni. A Magyarországon 3,5 millió ember a népszavazáson április 3-án azt kimondta, és azért ez egy tekintélyes tömeg, hogy ők nem szeretnék, hogy ez a gyerekekhez eljusson a médián keresztül, az iskolában. Igen, de alapvető szabadság. A az, Unióba az, pedig ezt promotálják, hogy ez jusson el átfogó so, szexuális so yeah, szabadságok Nem attól függenek, hogy hány ember szavazza meg. De az alapvető szabadsága, hogy egy NGO megpályázva több millió vagy millió forintot, óvodákba, iskolákba bejár, és a homoszexualitásról és a Különböző nem erről van szó, hanem ugye a homoszexuális kisebbség, mert ugye ez egy kisebbség, megvan a joguk ahhoz, hogy békében, biztonságban, így legyenek, és ne keltsenek velük szemben hangulatot. Ez így a törvény van. fenyegetést tartalmaz, pedig azért tartalmaz fenyegetést, mert határozatlan, nem jól meghatározott jogfogalmakat ah, vezet meg. És ez, ez kifogásolja pillanat. a bizottság. Jó, megértettük, hogy én ebben egy kicsikét, hogy is mondjam, kevésbé nagy válláspontot foglalok el, szerintem itt valójában egy kőkemény ideológiai küzdelem zajlik, Abszett. ami jogi köntésben van. nem buktak. kívánok hozzászólni. Tudom, mert... nem is kell, persze. Uh, viszont akkor hadd kérdezzem meg Esztert, mondjuk ha egy keresztény embernek a gyereke egy, egy világi iskolába jár, és mondjuk ott megjelennek ezek az érzékenyítő szervezetek, akkor ez például a szabad vallás gyakorlást nem sérti? Hát akár azt is érti meg, hát konkrétan a szülői jogokat, ami az emberi jog egyetemes nyilatkozatában is ott van, hogy az elsődleges joga a gyerek neveléséhez a szülőnek van. Szóval, és az EU alapjogi kartája is ezt tartalmazza, szóval, hogyha már EU-s jogról van szó, szóval ezt kéne elsősorban nézni, és hogy az oktatás nemzeti szuverenitás. De ezt amikor egy civil szervezet megjelenik az iskolában, akkor segíteni akar, akkor felvilágosítani akar. Én De... átnéztem elég a, ér, a Egyesület anyagait, ja. és olyanokat, tényleg olyanokat tanítanak, hogy a szalagavatón egy fiút lehessen nőruhába keringőzhessen, úgy egy transgender diák. A tanár ne azt kérdezze meg mondjuk egy diáklánytól, hogy van-e barátod, vagy egy, hanem azt, hogy van-e barátod, vagy barátnőt, hát ha most ne nem Hát bocsán, ezekről szólnak ezek az anyagok itt Magyarországon, a konkrét anyagok elborzasztók, és feláll a hátam az, a baj, hogy én, én, akár még el is tudnám fogadni a tanár úr érvelését, hogyha itt egyébként nem lenne más, csak ez a kötelezettségszegési eljárás, amit arra találtak ki, még egyszer mondom, hogy száraz jogvitákat elrendezzenek, ilyen technikai szabályokon lehetne rugózni, hogy akkor most pontosan ezt a jogszabályt, ezt a pontját, ezt egy másik paragrafusba kellene áttenni, vagy jó, jó helyen van ebben, e, hogyha erről vitáznánk, ez tök jó lenne, hogyha egyébként nem az lett volna, hogy Ursula von der Leyen az első nagy beszédében, amit az Európai Parlamentben elmondott, hogy ez a bizonyos State of the Union, már azt mondta, hogy itt igenis az ő politikai programjának a középpontjába kell állítani a gendert, és utána nem született volna meg a bizottság tollából a gender stratégia, és egyébként nem vonnák bele a gyerekvédelmi törvénynek a különböző általuk vitat. Ideológiai alapon vitatott passzusait nem vonnák bele a jogállamisági kondicionalitási eljárásba, né, viszont nekik. nem egy ilyen száraz jogi kategóriát, nem arról kell vitatkozni, hogy egyébként az a paragrafus jó helyen vagy ne, van vagy nem. Itt arról vitatkozunk, hogy amit az Európai Bizottság gondol a világról, jóról és rosszról, az a magyar embereknek az akaratával nem találkozik. És arról szól ez a vita végsősoron, hogy rá lehet-e kényszeríteni a jóról és rosszról alkotott felfogását az európai elitnek, a magyar emberekre. De figyelj, ezt nem az Európai Bizottság gondolja, vagy más uniós szervez, ez le van fektetve az uniós alapszerződésbe, hát a amely nem volt. Magyarország a maga szabad akaratából fogadott el, hiszen a teljes akit tehát a közösségi vívmányokat ugye ahogy van, Nem elhobata. volt gender stratégia az akiba, amikor mi beléptünk ebbe. Nem volt addig, egészen addig, amíg De meg ha nem egyszer hirdette. tagjai vagyunk, akkor ugye érvényesül a lojalitási elv, tehát egy tagállamnak nem csak, hogy követnie kell ezeket a szabályokat, hanem mindent meg kell tennie De annak meddig, milyen kell követni ezeket? Ennek nincs határa, tulajdonképpen egy határa van, hogyha nagyon provokatív akarok lenni, a, a mindig mélyebb uniós együttműködés. Hát, hát ez nagyon félelmetes. Ezen a szemüvegen keresztül ítéli ja. meg a bíróság, és nézzétek meg a bírósági gyakorlatot. Ugye a, a bírósági gyakorlat végső soron mindig ezt a perspektívát veszi föl, hogy vajon az uniós együttműködés elmélyülését hogyan, hogyan értelmezhetjük a konkrét a ügyben? Az uniós jog egyértelműen deklarálja, hogy az oktatás az egyébként nemzeti hatáskör, amiben az Európai Uniónak nincsen beleszólása. Ez nem ilyen egyszerű, akkor miért volt például a Navracs és Tibor oktatási biztos? Hát Hát azért, mert az Uniónak is vannak oktatási. E elmondom, mert ugye. az Uniónak van mondjuk Erasmus programja, amit egyébként szintén most a jogállamiság eljárás keretében Na, nem akkor, kapjuk meg. Bocsánat, ami, igazamsz, ami azon az alapon, azon az alapon csak, hogy mennyire, mennyire ki van tekerve ez az uniós csak, és mennyire nem állja meg a helyét, hogy ezzel takarózunk. Tehát az Erasmus pénzekhez jelen pillanatban azért nem fognak hozzáférni a magyar diákok, mert ez egyébként sérti az európai pénzügyi erdemek, Igen, érdekek védelmét. Tehát, bocsánat, az Euró... legyünk, tehát legyünk bocsánat, a magyar diákok ellopnák azokat az uniós pénzeket egyébként, mert egyébként nem lehetne, nem lehetne ezeket a pénzeket Egy visszatartani. Engedj meg. A, a, az oktatás persze a tagállami hatáskör, de itt nincs befejezve a dolog. Ha egy olyan ügyről van szó, amely tagállami hatáskör, akkor a tagállamnak úgy kell gyakorolnia ezt a hatáskörét, hogy az uniós joggal összhangban legyen. Tehát az uniós jog mindig szerepet játszik, és mindig belép az ügybe. Nem lehet ezeket külön választani egymástól, és még egyszer mondom, Magyarország szabad akaratából és dalóval van. Igen, de ez alapjogi kérdés, az uniós alapjogi kérdés. És az alapjogi ügyekben a, hogy mondjam, a tagállamok, vagy a le. le csupaszítatom a tagállamok alkotmánybírósága és az Európai Unió és az Európai Unió bírósága között egy évtizedek óta elhúzódó vita van, amiben nem a magyar alkotmánybíróságnak kell a főszerepet játszani, nem a magyar jogalkotónak, hát a német alkotmánybíróságtól elkezdve talán a, ez az volt az első, a vitát le. deklarálták, hogy elsőbbsége van a tagállamoknak alapjogi kérdésekben, ez alapjogi Ezt a, a vitát én azzal zárnám le, mert van itt még egy pár kérdés, amiről azt hiszem, hogy érdemes szót ejteni hogy ha jól értem, akkor itt egy lopakodó jogalkotás zajlik, az Európai Bizottság, az Európai Parlamenttel karöltve folyamatosan terjeszti ki a jogkörét olyan területekre is, amire eredetileg nem, nem volt lopakodó, jogkörre. hát ez le van fektetve az hát, uniós az amikor, a, az, amikor végső soron a gyerekeinknek az életéről egy alapvető kérdést egy reklámjogi, kereskedelmi kérdésbe bújtatnak, akkor azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy lopakodó, de valószínűleg nem fogunk egyetérteni. Ott egyet van az érteni. uniós szerződés alapértékei között an ever closer union. És ezt szerint kell megítélni, Értem, minden vitás kérdés. Ezt értem, tehát az, aki az Európai Unió feltétlen híve, az erről nyilván más gondol, mint aki... De és ez nem kritikusan az a kérdés, szemlékség. hogy híve vagy-e, vagy nem. Ott van a De Az is ott van, az alkotmányos az. identitás és a nemzeti hagyományokat is... De lépjünk is tovább, az és egy picit lépjünk vissza a kiinduló ponthoz, magához ehhez a pedofiliához. Mert számomra furcsa, hogy... Ezzel kapcsolatban egy ilyen felemás diskurzus van, ezt már részén érintettük, sőt István, te be is hoztad Révész Sándor ö, újságírónak, baloldali újságírónak a, az egyik cikkét, ami ugye 2014-ben jelent meg, akkor még a Népszabadságban. Az újságíró konkrétan arról ír, hogy... Ö, a pedofil embertársainkat is meg kell érteni, nekik nem könnyű az életük. ez konkrétan egy japán jogeset alapján írja le, Japánban azt hiszem nagyon későn valamit. Talán törvény, igen, és is is most törvény. Törvény, így van, és, és betiltották a, a gyermekpornográf tartalmakat Japánban, és akkor azt mondta, hogy nagyon azt írja, nagyon helytelen lenne, ha olyan tilalmakkal nehezítenék tovább a helyzetüket, amit a pedofilok helyzetét, amelyek nem szükségesek senki megvédéséhez. Például a rajzolt gyermek nem valóságosan létező, ami vele történik egyetlen húsvéti gyereknek sem, tehát ezt engedjük, ez, ez, ez marad. De Tamás, mert mi mit tesz a törvény? Differenciál, mit tesz a magyar törvény? Nem differenciál kellőképpen. Ezért indult meg ez az. Nem egyfajta rel relativizálása a pedofiliának? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem, tulajdonképpen... az élet összetett differenciáltan Összetett. pontosan kell fogalmazni. Borságon, a, ki, a és kutatások vannak rá, hogy aki pornográfiát néz is egyre erőszakosabb, vagy egyre durvá tartalmakat, például gyerektartalmakat, akár csak rajzfilm formában is nézi, egy idő után kattintani fog utána az igazi gyerekes tartalomra, és nagyobb az aránya azok között, akik ezt nézik, akik Jó, aztán igazi gyerekek is. Nem ennek teszi? a homoszexualitáshoz. Most itt a kérdésre, a pedofiliára, visszatérve, hogy, hogy ez, ez nagyon, ez, amit Jó, a révész úr itt a magyar mondott, ez az nagyon a probléma, káros, hogy hiszen nem De lehet az, hogy ezt. engedjük meg, hogy gyerekeket rajzfilmként nézhessenek szexuális tartalmakban, mert akkor onnantól egy csúszamlós lejtő, és, és, és tisztára teljesen százszerzékben a relativizálása ez a pedofiliára. 19-ben ugyanő révés Sándor már a Magyar Narancsban szintén foglalkozott a pedofiliával, és azt mondja, a pedofilia nem büntetendő cselekmény, nem is szabad annak lennie, sehol se büntetik, mert nem is lehet, mivel nem cselekmény, hanem vágy, gyerekre irányuló szexuális vágy. miért jelenhetnek meg ilyen cikkek? Hát el kellene olvasni a cikket, én ezt nem olvastam. De Bence, hát te olvastad? Hozzászólni. Olvastam, amikor ö, volt belőle Balhé, akkor... Én a 14-es cikket uh -huh. olvastam. Akkor ö, olvastam. Ö, hogy miért jelenhetnek meg ilyen cikkek? Én inkább azt kérdezném, hogy mi a hatása ennek a társadalomra? Ugye a... Hogy mondjam, tehát itt, itt nagyon sok szó volt a jogról, én nem vagyok jogász, itt nagyon sok szó esett a jogról, és nekem az a bajom ezzel, hogy ami megfogalmazódott a joggal kapcsolatban, akár a melegeknél, de ezt a pedofiloknál is lehet, hogy nagyon-nagyon hiányolom a, a tudomány erről a területről, a tudományos megállapításokat, mert akkor lehet utána jogi lépéseket Mármint, tenni, és arra. Tudományos megalapozást? Hát, mm. pszichológia, stb. Mm, stb. É, És hogy és hogy ez azért lenne fontos, hogy ez megtörténjen, ez a munka, és az, hogy miért nem történik meg, arra is, arra is van válasz. Azért lenne fontos, mert ezeknél a, a akár a cikkeknél, vagy akár egy csomó esetben a konkrét cselekménynél is, az, hogy ezt egy társadalom hogyan ítéli meg ezt a, ezeket a cselekedeteket, az annak döntő ereje van a, a, a kérdésben. Tehát és szerintem szerintem ebben egyszerűen még nem történt meg egy ilyen nagyon erős, hogy mondjam, tehát a, a kezdeti kérdés, hogy hogy ez az ügy, ez ez precedensértékű ügy lesz-e. Ha az lesz, akkor remélem, hogy ez nem egyszerűen csak egyfajta jogalkotást fog beindítani, hanem végre be fog indítani egy olyan tudományos tevékenységet, aminél végre tisztán látunk, hogy. Ebben az inkriminált cikkben, ebben a Révés Sándor cikkben van egy mondat, ami szerintem eléggé felkavaró. Azt mondja, hogy hogy tulajdonképpen együtt kell éreznünk a pedofilokkal, ez egyfajta empátia próba, empátia tréning. Igen, én olvastam mind a két cikket annó, én azok között voltam, akik feláborodtak, és uh, próbáltak is valami fajta hírverést csinálni, hogy itt van egy nagyon beteg ember, aki uh, nagyon beteg gondolatokat. Egyébként uh, meg akartuk hívni a műsorba, de nem vállalta nem. a szereplést. Tehát, hih, hih, hih. Mi akkoriban ezt, 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 ezt uh, próbáltuk próbáltuk tenni, nem kapta fel rá a fejét a magyar társadalom. A magyar társadalom az uh, szerintem toleráns, és uh, amik papírra vannak vetve ezek a dolgok, addig úgy látszik, hogy nem ütött át az inger küszöböt. Most, hogy van egy ilyen ügy, persze most beszélünk. Erről nagyon-nagyon szomorú, hogy egy ilyen ügy kell hozzá, hogy beszéljünk magáról a pedofil témáról. Szerintem érdemes azt tisztázni, hogy egy tévút a pedofília meg a homoszexualitásnak az összamosása, én ezt szerintem egy fantazmagória. Ez, ez, valójában a magyar jogalkotónak soha nem volt szándéka az én meglátásom szerint, és nem is lehet senkinek. Ez beszél... az a törvény. Nem, nem, de, de, nincs ez a törvény. De nem, az egyik ne egy, le, törvény, jogi kategória, az egyik egy jogi kategória, nincs benne. az egyik egy büntetőjogi kategória, nagyon helyesen, sőt szerintem sokkal szigorúbban lehetne még büntetni, bízom benne, hogy a közeljövőben fogjuk is látni a, ez irányú jogszabálymódosításokat, a másik meg egy, hogy egy erkölcsi kategória, amiről jól el lehet persze vitatkozni jó meg a rossz dolgában, de nem a bünteti jognak a tárgya. De amiről itt szó van ezekben a cikkekben, és persze mi most Magyarországon egy szerencsétlen bolondról beszélünk, aki ilyeneket írogatott már az elmúlt években, de hát az Egyesült Államokban napi szinten jelennek meg, hát új betűszót alkottak rá, ugye ne, ne, ne lehessen azt mondani, hogy pedofil, mert annak egy ilyen negatív, pejoratív tartalma van, hála Istennek, ugye nálunk ezt az Efebofilt találta ki most rá ez a, ez a szerencsétlen tanárember, a amerikai, amerikaiak azt mondják, hogy MAP, tehát egy minor attracted person, mert hogy ezzel próbálják meg tisztára mosni, és azt mondani, hogy ez ugyanolyan szerelmi alapú kapcsolat, tehát ezek a gondolatok, ezek annyira, annyira visszataszítóak, hogy, 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 hogy egész egyszerűen, hogy erről kell beszélni. Mi az, lenne, az... ha a törvénynél maradnánk? Jó? Sajnos hát, nem meg, tudom, mi most van a először, törvényben. most először, nem is először, mert sokat gyára sajnálom, hogy csak 48 perc a műsor elszállt. Úgyhogy ennyi fért bele ma, bár tudnánk folytatni, mert azt hiszem, hogy még rengeteg, ebben rengeteg csont van. Köszönjük a figyelmüket. Hát Egy hét múlva találkozunk az m és a híradó.hu-n, addig is tartsák szárazon a puskaport.